ennél sokkal erősebbnek kéne lenni, tehát sokkal több szárnak kellene kijönni egy tőből. A búza jelenlegi fejlettsége nem éri el az ilyenkor kívántat, hangsúlyozza Domján Sándor, aki Karcag határában mutatja a növényt ezen a több 10 hektáros táblán. Mindez a csapadékmentes időjárás miatt van. Egészen megdöbbentők az adatok. Idén összesen 42 mm esett, ebből 39 januárban és februárban. Gyakorlatilag nincs csapadék, és az előző év ősze is száraz volt. A gazdák időben és jó minőségben elvetettek, tette hozzá Domján Sándor. Ez a búza is jó magágyba került, de a növény sinylődik a kevés víz miatt. Az már szinte biztosra vehető, tette hozzá, hogy terméscsökkenés várható, ami a péktermékek árát is befolyásolja. A gazdák a tavaszi esőben bíznak, de a kilátások egyelőre borúsak. Nem kizárt, hogy még tovább, még heteket kell várnunk a csapadékra, ami egyrészt komoly gondot jelent a kalászosoknál, az őszivetésű kalászosoknál, de nagyon komoly gondot jelent a tavaszivetésű kultúráknál is, a magágy előkészítésnél, a megfelelő talaj állapottól nagyon messze vagyunk. 120 mm eső hiányzik a földekről, az alföldön a talaj nedvesség tartalma a felső 20 cm-es rétegben 30% alá csökkent, ami már kritikusan alacsony érték.